Már több mint 10 éve gondozza és gyógyítja Szantusz János állatkert lakóit dr. Víg Márta állatorvos. Lelkiismeretes munkájáért az év állatvédő állatkerti szakembere díjjal jutalmazták. Nagyon megtisztelő volt. A Állatvédelmi Alapítvány kuratóriumának az elnöknője, Fetter Szilvia, dr. Fetter Szilvia hívott fel telefonon, és közölte ezt a hírt, hogy akkor nekem programom lesz október 7-én Budapesten, úgy készüljek, úgy intézem a naptáramat, és hogy erre a díjra jelöltek, és a tanács úgy döntött, hogy akkor én kapom meg ebben az évben. Ez az év állatvédő, állatkerti szakembere díj volt, amit én megkaptam. Márta nem csak az állatkertben, hanem a gyepmesteri telepen is végzi munkáját. Az állatorvos elmondta, nagyon jó érzés számára már az is, hogy felterjesztették a díjra. Nagyon jó érzés, nagyon örültem neki, hogy egyáltalán hogy felterjesztettek, aztán meg, hogy ki is választottak. Biztos, hogy nagy szerepe volt annak is benne, hogy a gyepmesteri telepet is ellátom, illetve hogy a múltban a győri állatmenhelyen is éveken keresztül az állatorvosi feladatot a kolléganőmmel elláttuk, de hát az állatkertben is rengeteg állatvédelmi feladat van, és hát a díj az elsősorban annak szólt, az állatkerti feladatnak. A Kifutón túl című magazin műsorunkban többször is láthatták már munka közben a tévénézők. A szakember híradónknak arról is beszélt, milyen egy állatkertben dolgozni. Egymás között a kollégáimmal fel van osztva, hogy melyik állatfajra specializálódik inkább egyikünk vagy másikunk. Óriási tudásanyag halmozódik fel egy-egy állatfajjal kapcsolatban, és ezt napra készen tartani ennél a sok száz állatfajnál nagyon nehéz, úgyhogy igen, a vastagbőrű, nagytestű állatokat azt inkább a férfi kollégák viszik, a nagymacskák tudása az például az igazgató úr kezében koncentrálódik, és én szívesen foglalkozom a főemlős fajokkal, és kisebb testű állatokkal. Az állatkerti munka mellett dr. Víg Márta szívügye természetesen a gyepmesteri telep működtetése, hiszen élete egyik legfontosabb feladatának az állatvédelmet tartja.